Eliás próféta könyvét. És talán valamennyien jól ismerjük ezt az igeszakaszt, amikor Isten így szól Jeremiáshoz, ne mondd, hogy ifjú vagy, hanem menj, ahova küldelek. Kedves testvéreim, hiszen a mennyei Atya mindnyájunknak értelmet és célt adott, és ezért, amire elrendelt bennünket, el kell végeznünk a mi szolgálatunkat. Jeremiás tudja azt jól, hogy mielőtt megszületett, az anyamében, az örökkévaló Isten megalkotta őt. Benne volt az örökkévaló Istennek tervében, és tudta azt a mennyei Atya, hogy Jeremiás meg fog születni, meg fog fogadni, és majd az ő szolgája lesz, prófétája lesz. Az örökkévaló Isten erre a szolgálatra akarja ráállítani Jeremiást. Azonban Jeremiás azt mondja, hogy Uram, én ifjú vagyok, nem tudok beszélni. Isten így szól hozzá, nem mondd, hogy ifjú vagy, hanem menj, ahova küldelek. És ezzel arra biztat mindnyájunkat, gyermeket, újszülöttet, tinédzsert, középkorút felnőttet, hogy a mennyei Atya mindnyájunknak adott célt és értelmet, és amit ad nekünk, el kell fogadnunk, és végeznünk kell szolgálatunkat ebben a világban, amelyikben élünk. A Szentírás többször beszél arról, hogy Isten minden ember életének célt ad. Minden ember életének van értelme, célja, szolgálata. A 139. Zsoltár mondja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy, csodásak alkotásait, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Vagyis nagyon fontos felismerés az, hogy nem véletlenül születtünk meg, nem véletlenül ebben a korban élünk, és nem korábban, vagy nem a jövőben. Nem véletlen az, hogy abban a családban élünk, ahol élünk. Nem véletlen az, hogy az osztálytársaim, a barátaim, barátnői, munkatársaim, embertársaim, felebarátaim, gyülekezetem, az, ahol vagyok és az, ahol élek. Mert örökkévaló Isten ide helyezett el, hogy szolgáljak és végezzem szolgálatomat, amit rám bízott ebben a gyülekezetben, ebben a városban, ebben a közösségben, ebben a családban. Kedves testvéreim, Jeremiás jól tudja ezt, mert Isten rádöbbenti arra, hogy Isten formálta őt, és elmondja, hogy te terveztél engem. Te formáltál engem anyám méhében. És jól tudja azt is, hogy Istennél nincsen sorozatgyártás. Hogyha megnézzük, ismerünk valamennyien egybetéjű ikreket. Hasonlítanak egymásra nagyon, alig tudjuk megkülönböztetni őket, de mégis mások. Mások a lelki tulajdonságaik, és mégis meg lehet különböztetni őket. Mert Istennél nincs két egyforma ember. Mindenki más. Más az életút, más a lelki világ, más a szolgálat, a szolgálati hely. És úgy, ahogy kinézzük a mi arcvonásaink, a mi tulajdonságaink, a mi hajunk színe, a mi szemünk, a mi bőrünk, a mi testünk, Isten alkotása, és így formált bennünket, ahogyan élünk, amint vagyunk. Kedves testvéreim, és hogyha ezt elfogadjuk a mennyei Atyától, akkor ebből nagyon sok minden következik. Hiszen ő döntötte el azt, hogy férfinak vagy fiúnak szülessek, nőnek vagy lánynak szülessek. És ez teljesen egyértelmű,
örökkévaló Istentől. Életem ideje is az ő kezében van. Megszületésem időpontja, életem hossza, napjainknak száma, esztendeinek száma az ő kezében van.